Te szent kezedre bízom, sorsom. Úr Jézus Krisztus mesterem, mehet nálad bíztom, még én nyugszom. Szívem kétségbántja, és mi sok veszély fenyeget, ám a te égét tüzed lángja, hát forrósítja. Szolgálatodra készíts engem, már itt a földön én uram, hogy bizonyságot tévezem engem, irgalmasságod boldogan. Te szent kezedre bízom, sorsom, én nélküled nem létezem, de benned rejtve híven hordom. Te örök fényed, Istenem. Az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim. Meghalt ifjúságom. De őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom.
sok szeretettel köszöntelek így együtt is benneteket ezen a délelőtti istentiszteleten, ige hirdetésen. Egy olyan kérdésről szeretnék szólni ezen a délelőttön, amely érdekes módon született meg bennem ez a gondolatsor, amit megosztani szeretnék veletek. Volt egy olyan hét, körülbelül 2-3 hónappal ezelőtt, amikor egy Biblia vers újra és újra nagyon erősen visszatért a gondolataimba, mondhatnám így, hogy nem hagyott nyugodni, állandóan jött, megszólított, erre ezt felerősítette azok a látogatások, felerősítették, amelyeket azon a héten folytattam, és úgy éreztem, hogy erről a témáról mindenképpen szeretnék szólni. A Biblia vers, amely folyamatosan jött, megszólított, újra és újra elém állt, az így hangzik, hogy a szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg. Ez a kifejezés, ez a gondolat foglalkoztatott egyre mélyebben, hogy mit is jelent ez a Krisztusban való szabadság. Mit jelent ez a felhívása az igének, hogy a szabadságban álljunk meg, abban a szabadságban álljunk meg, amelyre Krisztus bennünket megszabadított, megváltott. És még bevezetőül, hogy miért is foglalkoztatott, vagy foglalkoztat mind a mai napig ez a kérdés ennyire, hogyha ha körülnézek a környezetembe, akkor nagyon markánsan látok kétféle csoportot. Mindegyik csoportot szorosan érinti ez az igevers a Krisztusban való szabadságnak a gondolata. Az egyik jelenség, amit észlelek a magam környezetében, azt úgy neveztem el magamban, hogy a szabadságharcosoknak a jelensége. Arra a jelenségre gondolok, amikor valaki nem érzi szabadnak magát, és vív a szabadságáért, küzd azért, hogy szabadnak érezhesse magát. Családokban látok fiatalokat, akik azt érzik, hogy a szüleik nem engedik őket szabadon, és ezért küzdenek a maguk szabadságáért. Kamaszos lázadással, beszólásokkal, türelmetlenségekkel, a maguk módján próbálják kivívni a szabadságot. Családokban látok nőket, akik nem érzik magukat szabadnak a férjük mellett, mert a férjük mindent uralni akar az életükben. És látok ezek között, a nők között szabadságharcosokat, akik küzdenek a maguk szabadságáért, szeretet megvonással, indulatokkal, beszólásokkal, egyéb dolgokkal. Látok a gyülekezetben testvéreket, akik szabadságharcosak, akik nem érzik magukat szabadnak, mert úgy érzik, hogy uralják a lelküket, uralni akarják a lelküket, meg akarják mondani nekik, hogy hogyan öltözködjenek, meg akarják mondani nekik, hogy mikor, mivel szolgáljanak, hogyan tegyenek és hogyan ne tegyenek. És látok embereket, akik ebben a környezetben szabadságharcossá válnak, és vívják a maguk küzdelmeit. És azt is látom, hogy nagyon sok esetben ez a szabadságharc, ez már az Istennel szemben is kiterjed. Látok embereket, látok testvéreket, akik oda jutottak ebben a szabadságharcos magatartásban, hogy nekem az Isten sem mondja meg, hogy én mit csináljak. Tudjátok, az a baj ezzel a jelenséggel, hogy aki szabadságharcot vív, az óhatatlanul sebeket ejt maga körül. Aki szabadságharcot vív, az egy bizonyos habitusból, egy bizonyos harcos hozzáállásból szemlél minden élethelyzetet, és lehet, hogy akkor is előhúzza a fegyvert, amikor nem lenne rá indoka. A másik csoport, amit szintén látok a magam környezetében, az látszólag egy teljesen másik véglet, de az ő róluk gondolkozás, az ő meglátásuk kapcsán is megszólalt ez az ige bennem, hogy a szabadságra, amelyre Krisztus megszabadított minket, álljatok meg. Ez a másik csoport a szolgáknak a csoportja.
Látok magam körül olyan embereket, akik nagyon mélyen epeketve vágyódnak szeretet után, és készek bármit megtenni, hogy a környezetükben élőknek a szeretetét elkapják, megkapják, hogy élvezhessék azt. Ezért alárendelik magukat a másiknak, és engedik, hogy uralkodjanak fölöttük. Megfelelési kényszereket látok emberek életében. Azt látom, hogy nem szabad, és nem szabadon cselekszik, hanem meg akar felelni elvárásoknak. És amikor megtesz egy dolgot, nem azért teszi meg, mert örömmel teszi, mert jól esik neki, mert a szívéből ez származik, hanem azért teszi meg, hogy elfogadják. És azt látom, hogy nagyon sok embernek az életéből hiányzik a meghitt szeretetteli kapcsolat az Istennel. Mert meg akar felelni az Isten elvárásainak. Mert el akar oda jutni, hogy megérdemelje, hogy az Isten elfogadja őt. Bizonyítani akarja, hogy az Isten elfogadására ő méltó és alkalmas. Nem tudom, hogy ti észlelitek ezeket a jelenségeket magatok körül, vagy akár magunkban észleljük ezt. Észrevesszük-e magunkon, amikor éppen szabadságharcosok vagyunk, vagy észrevesszük-e magunkon akkor, amikor hagyjuk, hogy leuraljanak bennünket dolgok? Észrevesszük-e magunkon azt, amikor szenvedélyek uralnak, és megkötözött szolgák vagyunk? És nem szabadon hozunk döntéseket, hanem félelemből, megfelelni akarásból, vagy a szenvedélyek uralma alatt. Itt talán egy kicsit jobban értitek, hogy miért foglalkoztatott engem ennyire ez a Biblia vers. Hogy mennyire más az, amikor a Krisztusban szabad lehet valaki. És vajon tudjuk-e, hogy szabadok lehetünk? Vajon tudjuk-e mondani saját magunknak, a saját szívünkben, nem kell szabadságharcot vívjál a másik ember ellen, mert te szabad vagy Krisztusban. Nem kell, hogy görcsök között, félelmek között, megfelelési kényszerek között éljed a hitéletedet, mert Krisztus felszabadított téged, és szabad vagy, hogy vele legyél. Én úgy látom, hogy ez a kérdés, ez nagyon fontos kérdés két szempontból is. Az egyik azért, mert meghatározza az emberi kapcsolatainkat, meghatározza a gyülekezeti közösségünket. Nem mindegy, hogy szabadságharcosok gyülekezeteként vagyunk együtt. Akik egymással szemben a másik rovására próbáljuk kivívni magunknak a tiszteletben tartását az egyéniségünknek, a szabadságunkat. Nem mindegy, hogy harcolunk-e és közben sebeket ejtünk-e és sebesülteket, halottakat hagyunk-e magunk mögött hátra. És nem mindegy, hogy van-e Istennel meghitt, bizalmas kapcsolatunk. Mert az egész hívő életünket, az Istennel való közösségünket meghatározza ez a kérdés. Meghatározza azt, hogy szabadságharcot vívó lázadó vagyok, aki az Istennel szemben is érvényesíteni akarja maga szabadságát, és nem veszem észre, hogy az Isten bőségesen adott szabadságot nekem, vagy pedig egy félelemmel, egy megfelelési kényszerrel élő szolga vagyok, aki nem talál örömöt, nem talál felszabadultságot, meghittséget, reménységet a hitéletében. A gyülekezeti közösségünket, az emberi kapcsolatainkat, a családi kapcsolatainkat határozza meg ez a kérdés, és az Istennel való viszonyunkat határozza meg ez a kérdés. És én arra szeretnélek hívni benneteket, hogy most ezen a délelőttön tegyük fel azt a kérdést, hogy mit jelent ez a bibliai kifejezés, hogy a Krisztusban való szabadság. A szabadság, amelyre Krisztus megszabadított minket. Mit jelent ez a kifejezés? Mi a tartalma ennek? Egy néhány biblia verset szeretném, hogyha felolvasnánk. Jó lenne, hogyha mindenkinek a kezében lenne biblia, és fel tudnánk lapozni, vagy akár kivetíteni, hogyha megoldható, hogy lássuk ezeket.
Én azt az utat, azt a módszert szeretném választani, hogy először egy néhány verset felolvasnék, kommentár nélkül, hozzáfűzés nélkül, és utána megpróbáljuk egyesével is ezeknek a verseknek az üzenetét ebből a szempontból megnézni és kiemelni. Az első Biblia vers Máté evangélium első fejezet 21. versében van, és amíg fellapozzátok, hadd osszam meg veletek, ez az a Biblia vers, ami életemben először megszólított a Bibliából. Amikor életemben először kezembe kaptam egy Bibliát, hosszú várakozás után végre megkaptam a Bibliámat, akkor megfogadva a tanácsot, hogy az evangéliumoknál kezdjem, elkezdtem olvasni, és Máté evangéliumán elkezdtem a Bibliát olvasni, és az első fejezet 21. verse volt először az, ami szíven ütött. Ez a vers ez így hangzik. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Nevezd a nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mondhatom azt, hogy szinte semmit nem értettem ebből a Biblia versből, csak azt, hogy nekem erre szükségem van. Hogy nekem erre van szükségem. Ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. A következő szakasz egy kicsit hosszabb szakasz, János evangélium a 8. fejezetéből. A 8. fejezet, János evangélium a 8. fejezet 31-től 36. versei közötti szakaszt szeretném idézni. János evangélium a 8. fejezet 31. versétől kezdődően. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Felelték neki, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Felelt nekik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Még két szakaszt szeretnék ennél a gondolatnál idézni, mielőtt összegeznénk. A Római Levél 6. fejezetéből szeretném a következő hosszabb szakaszt idézni. Római Levél 6. fejezet 12. versétől kezdődően. A Károli fordításhoz képest rögtön szeretném egy kicsit pontosítani is a fordításunkat a 12. versben. Így hangzik a pontosított fordítás. Ne uralkodjon tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Felszólító mód. Ne uralkodjon a bűn. Se ne szánjátok oda ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Mit is tehát? Vétkezzünk-e, mivel hogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Szó nincs erről. Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek? Vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Felszabadulva pedig a bűn alól az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon szólok a ti testetek erőtlensége miatt, mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul, a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáljul az igazságnak a megszenteltetésre. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyelletek, mert azoknak vége halál.
Most pedig, miután felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek. Megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Úrunk Jézus Krisztusban. És az utolsó részlet, amit szeretnék ennél a gondolatnál felidézni, Jakab apostol levelében található. Jakab apostol leveléből két kis részletet. Az egyik az első fejezetben a 21. verstől kezdődik, a másik pedig a második fejezetben a 10. verstől lesz majd. Ez első fejezetben a 21. verstől kezdődően így olvashatjuk. Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokasságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket, amelynek hatalma van megtartani a ti lelketeket. Az igének pedig cselekvői legyetek, ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert aki hallgatója az igének és nem cselekvője, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát. Megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, boldog lesz az ő cselekedetében. És a második fejezet 10. versétől még ehhez kapcsolódóan, mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ölj. És ha nem paráználkodsz, de ölsz, törvényszegővé lettél. Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Próbáljuk meg összegezni ezeknek a verseknek az üzenetét, a tartalmát. Mit jelent mindenek előtt, mit jelent ez a gondolat, hogy a szabadság, amelyre Krisztus megszabadított minket? Mit jelent a Krisztusban szabadnak lenni, szabaddá válni? Mit olvastunk az első igében? Nevezd az ő nevét Jézusnak, Jahve Sáfót, az Isten megszabadít, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Nem csak a bűn következményétől, hanem azt mondja az ige, hogy megszabadítom az én népemet annak bűneiből. Ki szabadít a bűnből? Ki szabadít abból a kényszerből, amelyet a bűn jelenléte jelent egy ember életében? És amikor végigviszi a gondolatmenetet Pál apostol erről a kérdésről a római levélben, és kimutatja azt, hogy mi fölöttünk ne uralkodjon a bűn, mert kegyelem alatt vagyunk. És megmutatja, hogy hogyan lehet, mit jelent az Isten szabadítás, akkor végül a nyolcadik fejezetben így zárja le, hogy testvéreim, atyám fiai, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. A hatodik fejezetben azt mondja, hogy meghalva Krisztussal együtt a kereszten, hatástalanná, működésképtelenné válik a bűnnek teste. Amikor mi Krisztussal együtt ott vagyunk a kereszten, amikor a legszemélyesebb vonatkozásban meglátjuk, hogy az a dolog, ami minket megkötöz, az, amit én elkövettem, az a bűn, azt a bűnt Krisztus magára vette, és annak a súlyát, annak a büntetését, annak a terhét fölvitte a keresztre, és az én adósságlevelem ott van a kereszten, átszegezve. Mikor meglátjuk magunkat Krisztusban, és átéljük azt a megrázó tapasztalatot, hogy nekem kéne ott lenni, és jogos a halálos ítélet én felettem, és mégsem én vagyok ott, hanem Krisztus meghalt helyettem. Amikor ezt valami egészen mély, személyes vonatkozásban átéljük, akkor azt mondja az ige, hogy működésképtelenné, hatástalanná válik a bűnnek teste. Kedves testvéreim, föl tudjuk mi mérni ennek a gondolatnak a jelentőségét, hogy a szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított minket, álljunk meg. Ez azt jelenti, hogy Krisztusban
nem vagy a bűnnek a kényszere alatt. Adós vagy, de nem vagy adós a testnek, hogy a test kényszere szerint éljed az életedet. Nem vagy adós a test gyengességének, hogy a gyengesség győzedelmeskedjen az életed fölött. Ez az evangélium, testvéreim. Ez az evangélium. Krisztus nem csak azért halt meg, hogy ne legyen a bűnnek halálos következménye a mi életünkben. Nem csak azért hozott áldozatot, hogy nekünk ne kelljen kárhozatra menni és meghalni a bűneink miatt. Hanem ő azért halt meg, hogy bennünket szabaddá tegyen a szívünkben. Hogy hatástalanítsa az emberi természetnek a gyengeségét, az uralmát. Hogy felszabadítsa az embert arra, hogy engedelmes lehessen. És az első gondolat, amiről szól az ige, a szabadság kapcsán, a Krisztusban való szabadság kapcsán, az ez a szabadságunk. Ahogy a János evangéliumában ezt mondta, ha megmaradtok az én beszédemben, az én tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. És hogy milyen összefüggésben jelenik meg ez a szabadság, amelyé tesz bennünket az ige, amelyé tesz bennünket az Isten beszéde. Aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek, és a szolga nem maradott a házban, de a fiú ott marad a házban. És akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. Azok valóban szabadok lesznek. Náluk nem a szabadság, nem palástja lesz a bűnnek. Nem a bűn befedezésére szolgál, hanem a szabadság valóságos szabadság lesz. A bűn kényszerétől való felszabadítás. Vajon mit jelent úgy befogadni az Isten beszédét? Vajon mit jelent úgy a szívünkbe rejteni az Isten beszédét? Hogy annak a hatalma megnyilatkozik abban, hogy nem vétkezünk. Hogy annak a hatalma megnyilatkozik ilyen nagyon egyszerű dolgokban, hogy a gyerek nem szól vissza a szülőjének, hanem szelíden tud válaszolni. Hogy a szülő nem erőszakos a gyerekével. Hogy nem hazudik, nem képmutató, és így tovább. Kiki gondolja ennek a helyébe azt a bűnt, amivel küzd naponként, amelyre felismerte, hogy megkötözte őt. Mit jelent úgy befogadni az Isten beszédét, szívembe rejteni? Mit jelent úgy a gondolataimban foglalkozni vele, és megragadni az ige üzenetét, hogy végül igaz legyen ez a mondat, amit az Isten mond ki, és ezért igaz, hogy akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. Hatalmas nagy üzenet, nem? Milyen nagy dolog, hogy Pál apostol a Római Levél 6. fejezetében kimondja azt, hogy ne uralkodjon a bűn a ti halandó testetekben. Ti nem vagytok szolgái a bűnnek. Ti a kegyelem alatt vagytok. Szabadok vagytok arra, hogy ne vétkezzetek. Felszabadítattatok a bűn alól, és szolgáivá tétettetek az Istennek. És megvan a gyümölcse a megszenteltetésnek. Megvan a gyümölcse a megszentelődésnek. Kedves testvéreim, néha egy-egy gondolat kapcsán szükségét érzem megfogalmazni azt, hogy próbáljunk meg egy kicsit elvonatkoztatni a hétköznapi tapasztalatoktól, hogy nehogy megkötözzön bennünket a tapasztalat. És nehogy ne tegye lehetővé azt, hogy az ige szava megszólaljon, és megragadjuk hittel az Isten üzenetét. És ez a kérdés is számomra egy ilyen kérdés. Ha nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy próbálok úrrá lenni, mondjuk az indulatosságomon, és nem sikerül, akkor lehet, hogy úgy járok, mint az a gyermek, akinek a szülője nagyon sokszor mondja azt, hogy te úgysem vagy képes erre. És a végén elhiszi. Végén elhiszi, hogy nem képes rá. Nehogy úgy járjunk, hogy elhiggyük az ördögnek, hogy úgysem tudjuk legyőzni a bűnt, úgy sincs szabadulás a bűnből. Akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok. Miután felszabadultunk a bűn alól, és szolgáivá lettünk az Istennek,
megvan a gyümölcse a megszentelődésnek. Figyeljük meg, Pál apostol nagyon pontosan fogalmaz. Én nagyon sokáig gondolkoztam úgy, amikor a közösségünkbe kerültem, kialakult bennem valami miatt ez a benyomás. Én nem bennem azt mondani, hogy ezt tanították, csak bennem ez alakult ki torz módon. Hogy van a megtérés, és majd valamikor lesz a megszentelődés. És az valahol olyan nagyon távoli, messzi, beláthatatlan jövőben van. És ezzel a győzelem is messze is beláthatatlan jövőben van. És Pál apostol nem ezt mondja. Pál apostol azt mondja, hogy felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek az Istennek, és megvan a gyümölcse a megszenteltetésnek. Amikor ez a kettő együtt van a lelkedben, amikor megragadott hittel az evangéliumot, hogy Krisztusban jogod van nem vétkezni, kiváltságod nem vétkezni, nem kell, hogy a bűn kényszer alatt érezd magadat, és a szívedet odaadhatod az Istennek, aki képes új szívet adni, képes újjáteremteni. Amikor ez a kettő együtt van, és tudatosan a saját legmélyebb döntéseddel azt mondod, neked akarom adni, Uram, teljes szívemet, vegyed birtokba az életemet, legyél mindenben uralkodó fölötte, akkor az Isten biztosítja a gyümölcstermést az életben, és nem majd lesz valamikor. Az a változás tapasztalható lesz. Nem leszel elvtelenül behódoló. Nem leszel a megfelelni akarásnak a görcse alatti élő ember. És nem leszel szabadságharcos sem. Mert szabad vagy Krisztusban, hogy az Istent kövesd jó szívvel, örömmel, az engedelmesség örömével. És ezért idéztem ide Jakab apostol levelét, ahol egy nagyon érdekes kifejezést találunk, a szabadság tökéletes törvénye. Mit is jelent ez a kifejezés? Mit jelent számotokra ez a kifejezés, a szabadság tökéletes törvénye? Mire gondoltok, amikor halljátok ezt a kifejezést? Sok ember, amikor az Isten törvényét olvassa, nem szabadnak érzi magát. Nem úgy érzi, hogy ez a szabadság törvénye, hanem gúzsba kötve érzi magát. Számomra azt jelenti ez a kifejezés, a szabadság tökéletes törvénye, hogy világosan megmutatja azokat a pontokat, ahol megkötöz a bűn. És megmutatja, hogy milyen szabadnak lenni. Megmutatja, hogy milyen az, amikor a szívem szabad a szeretetre, a szívem szabad az Isten iránti szeretetre és engedelmességre. És szabad a fele barátaim iránti szeretetre és engedelmességre. Azért a szabadság tökéletes törvénye. Mert amikor rávilágít az életünkre, akkor azt mutatja meg, hogy mennyiben lett valósággá az a szabadság, amelyről Krisztus szólt. Az a szabadság, amely a bűntől való szabadságot jelenti. Hadd menjek tovább egy második gondolatra is. Mert hogyha fellapozzuk azt az igeverset, ahonnan ez az idézet, amely újra és újra az én elmémbe jött, szerepel, akkor ott látunk egy másik nézőpontot, látunk egy másik gondolatot. A Galatákhoz írt levél 5. fejezetében találjuk meg ezt a verset, az 5. fejezet első verse, az a kifejezés, az a részlet, amit idéztem, onnan származik. Így hangzik, az első 5 verset olvasom. Annak okáért a szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított. Álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgasságnak igájával. Íme én Pál mondom néktek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ. Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek, mert mi a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Érzékeljük, hogy ez a szabadság, ez más gondolatot hordoz. Az első gondolat az a bűnből való szabadítás gondolata. A kárhozattól
és a bűn kényszerétől való szabadítás gondolata. De találkozunk egy másik gondolattal is az igében. Azt mondja, hogy ha körülmetélkedtek, akkor az egész törvényt meg kell, hogy tartsátok. És erre mondja azt, hogy álljatok meg a szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított titeket. A második fejezet harmadik és negyedik versét illusztrációként hadd idézem ide, ahol azt mondja Pál apostol, hogy ő a munkatársával együtt felment Jeruzsálembe kijelentés miatt, és előadta az evangéliumot, megfogalmazta az evangéliumot, amit hirdetett a népek között, és ezt mondja, de még a velem levő Titus sem kényszerítetett a körülmetélkedésre, noha görög volt. Tudnélik a belopózkodott hamis atyafiak miatt, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, amellyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek. Az a szabadság, amelyre Krisztus megszabadított minket ebben a vonatkozásban, a törvény aluli szabadságot jelenti. A törvény uralma aluli szabadságot jelenti. Az alól való szabadságot, hogy ezt cselekedd, és ha cselekszed, üdvözülhetsz. Mert ezen az úton mi soha nem jutunk üdvösségre. A tartsd meg a törvényt, és élsz út a mi számunkra, Krisztus nélkül, a Krisztus szabadítása nélkül nem járható út. Az az út, hogy majd elfogadlak téged, ha rendes vagy, azt eredményezi, hogy azt élem át a lelkemben, hogy soha nem fogadhat el engem az Isten. És a Krisztus szabadítása azt jelenti, hogy befogadott az Isten minket. Hogy szabaddá tegyen bennünket, és ezzel átformálja az életünket. A Római Levél 7. fejezetében is találkozunk ezzel a gondolattal. A Római Levél 7. fejezetében az első 6 versben találjuk ezt a gondolatot, hiszen Pál apostol a 6. fejezetben kimondta azt, hogy nem vagytok a törvény alatt, hanem kegyelem alatt vagytok. És ez egy olyan kijelentés, amit könnyű félreérteni. Föl is tette a kérdést, hogy vétkezzünk-e azért, mert hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? És most Pál apostol a 7. fejezetben szeretné megértetni a hallgatóival, az olvasóival, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy nem vagy a törvény alatt. Avagy nem tudjátok-e, atyám fiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint. De ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának neveztetik, ha más férfihoz megy. Ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgyhogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy. Azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, miután meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartottunk, hogy szolgáljunk a lélek újságában, és nem a betűóságában. És hogy mit is jelent ez, hogy megszabadultunk arra nézve, amely által lekötve tartottunk, a Galata levéllel vetném össze, ahol azt mondja a Galata levél 3. fejezet 13. 14. verse, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érhettünk, mert megvan írva, átkozott mindenki, aki fán függ, hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a lélek ígéretét elnyerjük hitáltal. A második gondolatkör tehát azt jelenti, hogy az Isten meg akar szabadítani, és szabaddá tett minket Krisztusban attól, hogy a magunk erejéből, a magunk képessége szerint, a magunk cselekedetei alapján próbáljunk megfelelni az isteni elvárásoknak, és így nyugodt lelkiismeretre szert tenni, így megnyugtatni a mi lelkünket. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, 9. fejezet, 14. verse. Krisztusnak vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel,
ártatlanul magát az Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Megszabadít azoktól a cselekedetektől, amelyeknek egy funkciója van az életünkben, hogy nyugodt lelkiismeretet szerezzünk magunknak. Milyen finom különbség van cselekedet és cselekedet között, ha az indítékot nézem. Lehet, hogy a vége ugyanaz lesz. Lehet, hogy a végén ugyanúgy megkap egy falat kenyeret egy éhező ember. De az egyik mögött levő indíték az egy Istennek való megfelelési kényszer. Mert a törvény uralma alatt éli az életét az ember. A másik mögött levő indíték pedig egy szeretetteljes segíteni akarás. Mert szabad Krisztusban erre. Értjük a jelentőségét? Vannak olyan cselekedeteink, amelyeket azért teszünk. Bocsánat, most kicsit másfél fogom fogalmazni. Hogy komfortosan érezzük magunkat. Vannak olyan cselekedetek, amelyeket azért teszünk, mert szeretnénk megnyugtatni a lelkünket, és szeretnénk, hogy az Isten elfogadjon bennünket. A Krisztusban való szabadság azt az üzenetet hordozza, hogy az Isten már elfogadott téged Krisztusban, és semmit nem tudsz tenni, hogy jobban elfogadjon téged, mint amennyire elfogadott téged. És kiváltságod hálásan válaszolni erre a szeretetre. Krisztusnak vére, aki az Isten örökkévaló lelke által áldozta fel magát a kereszten, megtisztíthatja a mi szívünket azoktól a kényszerektől, amelyeknek az egyetlen funkciója, hogy valahogy érezhessem, hogy az Isten elfogadott. Mert a Krisztusban elfogadott az Isten. Azelőtt fogadott el, hogy méltó lennék rá. Úgy fogadott el abban az állapotomban, ahogy voltam, hogy megérintve a szívemet megváltoztassa és szabaddá tegye a bűnkényszerétől. Hogyha összegezni szeretnénk ezt a gondolatot, akkor én a magam számára ezt fogalmaztam meg, így állt össze a kép, hogy mit is jelent a Krisztusban való szabadság, és arra kérnélek benneteket, hogy gondolkozzatok rajta, és egészítsük ki, hogyha valami hiányzik belőle, mert egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy minden benne van. De a Krisztusban való szabadság valami hatalmas nagy örömüzenetet jelent. Mert azt jelenti legelőször is, hogy Krisztus megszabadított a törvény átkától. Magára vette a jogos átkot, magára vette a halálos ítéletet, és nekem nem kell meghalni. És a törvény nem választ el az Istentől. A törvény átka nem választ el az Istentől engem, mert Krisztus magára vette. Másodszor is azt jelenti, hogy a Krisztusban való szabadság az ő áldozata által megszabadít a lelkiismeretet megnyugtató holt cselekedetektől, az önmagam megnyugtatására irányuló, az Istennel rendezett kapcsolatom bizonyítására irányuló cselekedetektől. És szabaddá tesz arra, hogy összekapcsolódjam az Istennel, és reménykedjem az Istenben, mert az elfogadásnak a biztosítékát hordozza számomra Krisztus áldozata. Hogy Krisztusban befogadott az Isten, és szabad menetelem van a kegyelem királyi székéhez. Ennek az eredményeképpen, amikor ezt megragadjuk hittel, és átéljük a szívünkben, mikor megszabadulunk attól a rettegéstől és félelemtől, amit a halál és a halálos ítélet jelent, és átéljük azt a hatalmas nagy szabadítást, amikor az Isten kimondja, hogy nem kell meghalnod a bűnöd miatt, megbocsátottam neked. Nem kárhoztatlak téged. Nem vádollak. Akkor megszabadít a bűn kényszerítő uralmától is. Egyszerűen azt jelenti, testvérem, hogy nem kell lázadnom bizonyos helyzetekben.
Egyszerűen azt jelenti, hogy nem kell félelemből cselekedni bizonyos helyzetekben. Azt jelenti, hogy nem kell a szenvedélyeknek a rabságában maradnom, mert szabaddá tett Krisztus. A bűn kényszerétől való szabadságot jelenti. A szolgasságból való szabadságot jelenti. És ugyanakkor azt jelenti, hogy Krisztus megajándékoz bennünket, és ez a szabadság azt jelenti, hogy Krisztus megajándékoz bennünket a bűnbánattal és a bűnbocsánat örömével. Mert amikor ezeket az igéket végig gondolod, és személyes hittel megragadod, akkor ott van számodra az az üzenet, hogy az Isten kész megbocsátani a bűnödet. Befogadott téged Krisztusban. A bűnbocsánatnak, a bűnbánatnak az ajándékát jelenti, mert Krisztus áldozata kiváltja benned a változást. Kiváltja benned azt, hogy megrendüljön a szíved, és meg tudj indulni a saját dolgaid miatt, és meg tud alázni magadat, és el tud ítélni úgy, hogy közben nem kétségbe esel, hanem belekapackodsz a kegyelembe. A bűnbocsánat örömét jelenti ez. A megbocsátásnak a bizonyosságát. A szabadulás örömével ajándékoz meg az Isten bennünket. Megajándékoz egy szabad úttal a kegyelem trónjához. Azt jelenti, hogy bármikor mehetsz az Istenhez. Legfőképpen akkor mehetsz az Istenhez, amikor gyenge vagy. Legfőképpen akkor mehetsz, amikor megalázottnak érzed magadat, mert szembesülsz a megkötözöttségeddel. Ismeritek azt az érzést, testvéreim, amikor elestetek, és igen erősen dörömből bennetek az, hogy így nem mehetek az Istenhez. Hogy mehetnék így hozzá? Hogyan kérhetnék tőle segítséget? Miért is van bennünk ez az érzés? Nem árt, ha látjuk tisztán. Miért érezzük úgy két nap múlva, hogy most már mehetek? Mi változott meg? Tudjátok, mi változott? Egyetlen dolog. Most már úgy érzem, hogy mehetek. Semmi más nem változott. Szabad bejárásunk van a kegyelem királyi székéhez. Azzal a bizonyossággal, hogy az Isten előtt kedves a mi kérésünk, mert Krisztusban befogadott minket. És Krisztusban szabadságunk van kérni tőle. Krisztusban szabadságunk van bocsánatot kérni tőle. És nem bizonytalan, hogy mi a válasz. Mert ezért nyitotta meg ezt az utat az Isten. És amikor oda megyünk a kegyelem királyi székéhez, akkor az Isten egy újabb hatalmas nagy ajándékot ad nekünk. Megajándékoz bennünket az ő lelkével. A legnagyobb ajándék, amit az Isten az embernek adhat az életben, amikor az ő személyes jelenlétével tölti be a lélek által. Ekkor valósul meg az, amit egy bizonyságtételben így olvashatunk, hogy egyesítsük a mi tudatlanságunkat az ő bölcsességével, a mi erőtlenségünket az ő erejével. Ekkor valósul meg a mi életünkben az, hogy az Isten hatalma nyilatkozik meg, aki nem gyenge, aki nem megkötözött, aki hatalmas arra, hogy szabaddá tegyen a bűntől is. Megajándékoz minket azzal, hogy már nem szolgái vagyunk az Istennek, hanem gyermekei. Nem, hogy nem a bűn szolgái vagyunk, de még csak az Isten szolgái sem. Értsétek jól, amit mondok. Természetesen beszél a Biblia arról, hogy mit jelent szolgálni az Istent. De ezen a ponton a fiúság hangsúlyosabbá válik az ige üzenetében, mint a szolga. És a szolgálat úgy jelentkezik, mint a fiúnak a szolgálata, aki otthon van az atyai házban, és szeretetből természetesen szolgál az atyának. De nem a béresekkel van egy szinten, hanem örökös, hanem fiú az Isten kegyelméből. Gyermeke az Istennek. A Krisztusban való szabadság azt jelenti, hogy nem egy függőség csere történik az életünkben, mint nagyon sok esetben egyébként, ahol az egyik szenvedélyt kiváltja egy másik szenvedély. Illetve ha pontos akarok lenni, függőségcsere történik, csak egy méltó függőségcsere történik.
mert az Istentől való teljes függés váltja fel az önzéstől való, a bűn uralmától való függésünket. És olyan mértékű ez a szabadítás, ez a szabadság, hogy a Krisztusban való szabadság megváltoztatja az indíték szintjén a mi életünket. A szívünket, a szívbeli hozzáállásunkat változtatja meg. Öröm lesz engedelmeskedni az Istennek. Nem kényszer, nem megfelelési kényszer, nem kényszeredett, hanem öröm. Ez az igazi hatalmas szabadítás. Amikor egy ember belső motivációja, hozzáállása, indítéka változik meg, a Krisztus szerelme elkezdi szorongatni. Ez az egyetlen kényszer, ami ott van a szívében. A Krisztus szerelme szorongatja, készteti, és ezért engedelmeskedik. Ezért vágyva vágyik arra, hogy az Isten jelenlétében legyen szüntelenül. És ezért az Isten keresés nem egy kényszer, amit magára erőltet, hanem egy örömteli találkozás az édesapjával. Egy meghitt együttlét a megváltójával, aki az életét adta érte. Kedves testvéreim, nagy dolog az a szabadság, amelyről szól az ige. Hatalmas nagy ajándék. Hatalmas nagy lehetőség. És hogyha a gyümölcseit szeretnénk megnézni az igéből, hogy mit eredményez ez a szabadság azon túl, amit eddig felsoroltam, akkor itt is hadd idézzek fel egy néhány bibliaverset. Péter apostol első levele második fejezetéből, a 12. verstől a 16. versig. Figyeljük meg, hogy milyen magatartásról, milyen hozzáállásról szól az ige. Magatokat a pogányok között jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetekből, ha látják, azokat dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Péter apostol első levele második fejezet 12. versétől. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint feljebbvalónak, akár helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, a jól cselekvőnek pedig dicsérésére. Mert úgy van az Isten akarata, hogy jót cselekedvén elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái. Létezik az a veszély, hogy az ember kérkedik a szabadsággal, de valójában még mindig a gonoszságnak a szolgája. És a palást csak eltakarja ezt. De akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok. Én a figyelmet azonban mégsem csupán erre az utolsó részletre szeretném irányítani, hanem nézzétek meg, hogy mit mond az emberekhez való viszony kérdéséről ez a szakasz. Ki tudja mondani azt, hogy engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint feljebbvalónak, akár helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére. Az az ember, aki Krisztusban nem szabad, akit Krisztus nem tudott szabaddá tenni a szívében, képtelen bevenni ezt a mondatot, hogy engedelmeskedjetek minden emberi rendelésnek az Úrért. Képtelen feldolgozni ezt. Kedves testvéreim, az, hogy rengeteg háborgás, rengeteg felháborodás, rengeteg indulat nyilatkozik meg politikai vezetők tevékenysége kapcsán. Ez összefügg a szabadság kérdésével. Nagyon foglalkoztat egy igevers egy ideje, újra és újra eszembe jut, kicsit hasonlít ehhez a témakörhöz a jelenség, ahogyan jön. Dániel könyvében van egy kis részlet, ahol azt mondja a 11. fejezetben a profécia, hogy és a te néped erőszakos fiai felkelnek. Azt foglalkoztat, hogy mi ennek a beteljesedése. Azt foglalkoztat, hogy ez hogyan fog történni, hiszen van valami jelentése a mi napunkra, a mi időszakunkra vonatkozóan. És valami olyasmi sejtés alakult ki bennem, hogy képtelen az az ember helyesen viszonyulni egy egyre romló politikai hatalomhoz,
egyre inkább a démonok sátáni befolyás alá kerülő világi hatalomhoz helyesen viszonyulni, akinek a szíve nem szabad Krisztusban. Mert az ige két dolgot tanít, és ezt a két dolgot egyszerre együtt kell érvényesíteni az államhoz való viszonyunkban. Az egyik, amit tanít, az, hogy engedelmeskedjetek minden rendelésnek az Úrért. Az egyik, amit tanít, hogy lelkiismereti kérdés a törvényeknek a betartása. És a másik, amit tanít, hogy ezt egy dolog írhatja felül, az Isten iránti engedelmesség. Amikor az Isten iránti engedelmesség kerül napirendre, akkor viszont az Istennek kell inkább engedni, hogy sem embereknek. És az Istenre kell inkább hallgatni, hogy sem emberi előírásokra. Értitek, hogy miért függ össze ez a két kérdés? Ha én nem vagyok szabad a szívemben, akkor vagy az történik, hogy olyan dolgokban is lázadóvá válok, és lázadni fogok, amire az ige azt mondja, hogy hajtsd meg a fejedet, és ne lázadj a világgal együtt. Mert tudjad, hogy a te országod a mennyben van, és onnan várd a szabadítást, és ne vágy semmi emberi megoldást ezen a földön. Vagy pedig az történik, hogy amikor kiadják azokat a rendeleteket, amelyeknél az a kérdés, hogy tudsz-e engedelmeskedni az Istennek, akkor nem lesz bátorságot szabadnak lenni Krisztusban, hogy ne engedelmeskedj, hanem behódolsz, mert fogságban van a szíved. Különleges, amikor valaki eljut oda, hogy kész minden emberi rendelésnek engedelmeskedni az Úrért. Ez a gyümölcse a szabadságnak, és csak az képes rá, aki valósággal szabaddá lett a szívében Krisztusban. Ugyanezt látom Pál apostolnál a Korintusi első levél 9. fejezetében, a 19. verstől kezdődően. Nézzétek meg, hogy hogyan fogalmazza meg ezt Pál. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. Micsoda gondolat? Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. Néha találkozom olyan testvérekkel, akiknek a szolgálatával visszaéltek. Akik azt érzik, hogy kihasználták őket. Nem tapasztalták azt, hogy megköszönték volna neki. Ilyen nagyon egyszerű dolgokról, hogy az autójával elvitt valaki Bózsvára. Valakit Bózsvára. Magától értetődő. Természetesnek veszi. Hogyan dolgozza ezt fel egy ember? Belefárad? Megkeseredik? Legközebb azt mondja, hogy nem segítek? Vagy meg tudja élni ezt, hogy én noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy némelyeket hogy a többséget megnyerjem. A zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg, a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülévé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem a Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ezt pedig az evangéliumért művelem, hogy részestárs legyek abban. Az az ember szabad arra, hogy a rosszat jóval viszonyozza. Az az ember szabad arra, hogy amikor egy mondat nem építő, akkor azt ne mondja végig, akinek a szívét szabaddá tette Krisztus erre. Nem egyszer hallom azt, hogy valaki elmondja, hogy kéne viselkedni a másikkal. Elmondja, hogy nem kéne most szóvá tenni. Emlékszem egy történetre. Ugye most nem kéne szólnom. Férje elment kocsmába, amikor vendégeket várt. A vendégek megjöttek. A férj nem. Ott volt a kocsmában. És a feleség mondogatta, hogy most ugye nem kéne szólnom. Tudom, hogy nem kéne szólnod. Megjött a férj. Szerintetek mi történt?
ömlött. Miért? Mert nem volt szabad Krisztusban arra, hogy ne tegye. Mert az emberi én, az emberi természet, az emberi tehetetlenség érzet megfoszt attól bennünket, hogy azt tegyük, ami jó. És beállít bizonyos helyzetekbe, és kényszer alatt cselekszünk. Csak az képes a másikhoz helyesen viszonyulni minden élethelyzetben, akinek a szíve szabad, szabad az önzéstől, szabad a bűnkényszerétől, szabad a félelemtől, aki szabadon tudja engedni az Istent, hogy munkálkodjon a másikért. És nem akarja kényszeresen megváltoztatni a másik embert, hanem tudja rábízni az Istenre, és a fájdalmat is elhordozni, amikor a másik rossz döntéseket hoz. A törvény tehát hiába valóvá tesszük hitáltal? Szó nincs róla, sőt, inkább a törvényt megerősítjük. Amikor a Krisztusban való szabadságról beszélünk, ennek az a gyümölcse, hogy az ember szívében az engedelmességre való elkötelezettség a szeretetből következően sokkal mélyebb, mintha csupán itt van a törvény, ezt kell tenned, különben meghalsz. Évrendszer dolgozik a lelkében. Nagyon sokszor eszembe jut egy Biblia vers, a Timóteushoz írt 2. levél, 3. fejezet, 17. verse, amely szintén a gyümölcsre irányítja rá a figyelmet. Ezt mondja ez a vers, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. A Krisztusban való szabadságra azért van szükségünk, mert megtanulhatjuk mi azt, hogy mi a helyes és mi a jó. De van bennünk egy olyan megkötözöttség, van bennünk egy olyan probléma, ami kisiklatja. És hiába tudom, hogy mi a jó. A kritikus ponton kisiklik, és nem tudom megtenni. És nem véletlen, hogy tökéletességnek mondja azt az ige, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Amikor semmi nem akadályozza ezt meg, amikor nincs bennem kényszer, hogy visszaszóljak a másiknak, nincs bennem kényszer, hogy elmondjam a magam gondolatát bármi áron, azon az áron is, hogy a másiknak kárt okoztam vele. Amikor le tudom győzni a félelmet, amely hallgatásra akar vinni, és el tudom mondani azt a gondolatot, amely szükséges a másik építésére, nem félve, hogy mi lesz a következménye. Ezt jelenti a tökéletesség. Amikor a Krisztusban való szabadság teljessé válik, akkor leszünk alkalmasak az Isten kezében eszközé lenni mások szabadítására, mások segítségére. És még egy utolsó vers a gyümölcsöknél. Azt mondja a Filippi levél 2. fejezet 3. verse. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Nem tudom, kell-e kommentár ehhez a vershez. Semmit. Nem csak néha nem cselekedve, egyszer-egyszer. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Azt hiszem, említettem talán már közöttetek is ezt a képet, ami bennem él. Én nagyon sokszor úgy élem meg, akárha én kerülök bele egy helyzetbe, akárha hallom, hogy testvéreim kerülnek egymással konfliktusba, olyan érzetem van, mint amikor az egyik ember kiveszi a kardot, előhúzza a kardot, és az egyik én nekiáll vívni a másik énnel, és kihívja a másik ént. Felhergeli, felgerjeszti a másiknak az önzését, lehet, hogy nem jönne elő belőle, de az én viselkedésem, az én szavaim, az én hozzáállásom előhozzák. Semmit nem cselekedvén versengéstől. Szabad vagyok-e arra, hogy ne húzzam elő a szabjámat, az önzésemnek a szabjáját akkor, amikor egy ilyen helyzetbe kerülök? Kész vagyok-e megaláztatni, tudva azt, hogy Krisztusban van elrejtve az életem, és semmi nem történhet velem, amit az ő ellenőrzése alapján ne engedett volna meg. Hatalmas nagy dolog szabadnak lenni Krisztusban. Szabadnak lenni az önzés kényszerítő hatalmától.
Szabadnak lenni a versengéstől, szabadnak lenni a dicsőségvágytól, az öndicsőítéstől, a saját létjogosultságom folyamatos bizonyításától, szabadnak lenni a kisebb rendőrségi érzésektől. Valóban elfogadni egymást Krisztusban, egymást különbnek tartani, alázattal. Nem szóltam az elején a fiatalokhoz, gyerekekhez, de itt ezen a ponton hadd tegyem meg, mert ez lett volna az a Biblia vers, amit elolvastam volna, hogy semmit nem cselekedvén versengésből. Ha jól emlékszem, amikor legutóbb itt voltam, akkor beszéltem egy érdekes törzsről Ausztráliából, akik az életük során újra és újra neveket adnak. Emlékeztek erre? Megtanult varni valaki, akkor megünnepelték, hogy ezt megtanulta, és varróasszony lett a neve. És ennek a törzsnek volt egy másik nagyon érdekes jelensége. Megkérdezték azt a doktornőt, akivel együtt mentek, hogy ti milyen játékokat játszatok otthon, taníts meg nekem azokat a játékokat, amiket játszotok. És gondolkozott, és megtanította nekik a versenyfutást. Nem ismerték. Valami más játékot is tanított nekik, és ők is tanítottak neki. Például olyan játékot játszottak, hogy találtak leveleket, széttépkedték darabokra, és elkezdték letenni a földre, úgyhogy mindenki egyszerre egyet tehetett le, és közösen valamit kirajzoltak a földön, valamit így építettek a földön. Csupa olyan játékuk volt, amiben nem volt versengés, nem volt olyan, hogy az egyik győz, a másik többi az meg veszít, hanem valami közös kreatív építőjátékok voltak ezek. És amikor elmondta nekik a versenyfutást, akkor néztek rá, és kérdezték, hogy ez miért jó? Hát itt egy valaki örül a győzelemnek, de a többi meg szomorú lesz. Ez miért jó? Ők ezt nem ismerték. Semmit nem cselekedvén versengésből. Befejezésül az utolsó gondolat, amit szeretnék megfogalmazni, hogy mire vigyázzunk. Mi az, ami nagyon hangsúlyosan jelenik meg, amikor a Krisztusban való szabadság kérdésével foglalkozunk. Azt mondja, ismét a Galata levélből idézem az 5. fejezet 1., 6. és 13. versét. Annak okáért a szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat a szolgasságnak igájával. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. És a 13. vers. Mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt, szeretettel szolgáljátok egymást. Nekem ezek a versek arra figyelmeztetnek, hogy nekünk folyamatosan küzdenünk kell annak a szabadságnak a megőrzéséért, amit Krisztus nekünk ajándékozott. Nem elég eljutnunk ide, nem elég egyszer átélni, hogy a szívünket felszabadítja. Nekünk folyamatosan küzdenünk kell azért, hogy ezt a szabadságot ne veszítsük el. Mert amikor elesünk, akkor újra szolgákká válunk. És újra szabadításra van szükségünk, és segítségre van szükségünk. Ügyelnünk kell arra is viszont, hogy a mi szabadságunkat ne a másik rovására akarjuk érvényesíteni. A mi szabadságunk nem a bűn palástja, hanem a szolgálatra való alkalmassá tétel. A szolgálatnak a feltétele. A mi szabadságunk nem ürügy a testnek, hanem szeretett szolgálatra hív minket az Isten. Hogy kövessük Pál példáját, aki mindenkivel szemben szabad volt, de magát mindenkinek szolgájává tette. És ezért mondhatjuk el Pállal együtt, hogy az Úr a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélven, ugyanazzal ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre az Úrnak lelkétől. A szabadság, az Isten szabadsága azt jelenti, hogy nincsen kényszer, semmilyen szinten. A szeretet a tökéletesség kötele. A szeretet melegsége az egyetlen kényszer, amelyet az ige ismer. És az igazságnak a szívet késztető, lelkiismeretet késztető hatalma. De ezen felül semmiféle kényszer nem fér össze vele.
Vigyázzunk, nehogy szem elől tévesszük, nehogy a szabadság harcunk közben átgázoljunk másokon, és megsértsünk, megsebezzünk másokat. Vigyázzunk, nehogy leuralni akarjunk a szabadságunkra hivatkozva másokat. Engedjük meg, hogy a Krisztus szabadsága érvényesüljön valóban. Én szívemből kívánom, hogy segítsen az Isten ezekkel a gondolatokkal foglalkozni mindannyiunknak. Segítsen belenézni a szabadság tökéletes törvényébe, a tükörbe, és ha meglátjuk a megkötözöttségünket, akkor ne kétségbe essünk. Ne elcsüggedjünk, ne elkedvetlenedjünk, hanem ragadjuk meg a szabadítót. Mert a Krisztus szabadítása valóságos szabadítás, és ennek az örömét, ennek az áldását, ennek a gyümölcsét kívánom mindannyiunk számára. Amen.